Van egy ilyen alap gondolatunk a GISZ-nél, hogy minden egyes feladat, ami egy fiatalnak hasznos lehet, azt az szívesebben. Tehát teljesen mindegy, milyen jellegű, akár a kisebb segítség, hogyha ha tudjuk, hogy van ilyen szociális program, hogy gyerekeket segítünk, tehát anyagiakat próbálunk szerezni nekik, vagy lelki dolgok, szertartások, lelki gyakorlatok, nemzeterősítő programjaink is vannak, nemzetöntudaterősítő programok is vannak köztük. Tehát minden az, ami egy fiatal számára hasznos lehet, beszélgetni a házasságról, a párkapcsolatról, a jóistenről, tehát minden, ami fontos, sőt, családról. Volt egy program, ahol családról beszéltünk, és családok is voltak ott, fiatal családok. Mert ugye, tehát hogyha tudjuk jól, hogy a családon belül, hogyha például az apuka és az édesanya jó kapcsolatban vannak, akkor az a fiatal számára az legnagyobb ajándék. Neki úgy jó, hogyha otthon úgy rendben vannak a dolgok. Tehát, hogy minden, tehát mindaz, ami hasznos egy fiatal számára, az a GISZ-nek is az ügye. Nyilván egyértelmű, hogy nincs mindenre energiánk, és azt hiszem, hogy ma a Kárpát-alján élő fiatalok egy nagyon nehéz helyzetben vannak. Tehát ott van az a folyamatos feszültség, hogy ha itt maradok, akkor nagyon nehéz magammal mit kezdeni, ha meg külföldre megyek, akkor meg ott nehéz, ott meg akkor hazavágyok, meg idegenben gyökértelennek érzem magam külföldön. És úgy látom, hogy a programok egy része ezt a célt is szolgálja, hogy nagyon sok olyan ismerősöm van, vagy olyan fiatal, aki tudja, hogy itt mikor lesznek a programok, és akkor úgy jön haza, hogy találkozhasson a többiekkel. Tehát, hogy legyen egy kerete, amikor hazajön, akkor eljön az egyik valamelyik programunkra, és ott találkozhat a többiekkel. Tehát ez egy jó alkalom arra, hogy de ne csak az ürességbe jön haza, hanem hogy tartalmat is adjunk neki. Megmarad, ez egy 25 éves történet, nem is mi kezdtük el, hanem ez az, talán az első nyári táborok közül van, amit a görög egyházunkon belül valósítottak meg, és nagyon sok gazdája volt, mondhatjuk úgy is, és mi is úgy próbálkozunk vele, még a kisebb korosztálya könnyebb, tehát hogy tavaly fedeztük fel, hogy ez a 14 és 16 év közötti korosztály, hogy ez még nagyon nyitott, ők még itt vannak, ők még nem dolgoznak, itt maradnak, és ők keressék a lehetőséget, keressék azokat az alkalmakat, amikor úgymond kiszakadva az otthoni környezetből, itt más körülmények között tudnak találkozni, nehogy Isten, még olyan értelmes dolgokról is lehet velük beszélgetni, hogy érdemes talán arra fókuszálni, de persze nem felejtjük, nem szabad azt elfelejtenünk, hogy van egy másik korosztály, az idősebbek egy picit, azok, akik teljesen más problémákkal küzdenek, hogy számukra is. Ez sokkal nehezebb feladat, de viszont azt hiszem, hogy ez ugyanolyan fontos. És hogy a nagy megmaradival, hogy évről évre küzdünk. Egy nagyon jó program. Tehát az összes program közül nekem az lehet, hogy személyesen megfogalmazom, a nagy megmaradni az lehető legjobb. Tehát, hogy olyan fiatalokkal vagyunk együtt, ahol tehát nem kell nézni az órát, hogy most szóljak rá, hogy jöjjön le, hogy most villanyoltás van és lefekszünk aludni, most imádkozni megyünk, most kirándulni megyünk, és akkor, hanem olyan együtt éljük meg ezeket a dolgokat. És nem kell senkit hajtani, fegyelmezni, tehát ez kifejezetten résztvevőknek érzem magam ezeken a programokon, az idősebb korosztállyal. És vannak ugye lelki tartalmú programjaink, és egy évben több is van. Igazából mondom, ez a legnagyobb nehézség, hogy alkalmas időt találni.